Tudod nagyon jó, hogy forog a kamera, egy ország nézi, és akkor ilyen hülyeségekről beszél. Leállítottam a kamerát! Na jó, hagyjál! Közben rá kukkantunk itt a mágiarakásunkra, hogy hogy áll. Nagyon szép lesz. Itt már sül a drága kis szűzérmé. Ó, de Gusta, tessék nézni! Adok ez neked. Olyan fiam, hogyha bemennék egy étterembe és kihoznák, akkor azt mondanám, hogy a szakácsot hívják ki, hadd csókolgassam össze, ahogy te szoktad. Tepertő, házi tepertő, halózgassatok, mi újság veletek? Minden rendben, köszönjük. Rakés. Jó vagytok? Törjed egyet nyugodtan. És addig fogjuk sütni, amíg gyönyörű szép arany nem lesz a haba tetején. Virágaimat közben, virágok, hát fűszernövényeim. Várom, énekelgetek nekik, hát ha gyorsabban megnőnek. Úgyni. Fiam, itt van a drága kalácska! Na, á, olyan finom. Fiam, felszeletelted, ó, de te egy cuki finom, fiú vagy. Egy 3-4 szeletet megmondom őszintén. Tényleg? De, aha, milyen íze van. Jó. Amúgy én nagyon kamázom a kalácsot. Itt jön ki a biboldóság bennem. Mondjuk, na, ennél az ételnél. Ha mondjuk szikkadt a kalács és száraz, az sem probléma, hiszen aha, ugye rá fog menni ez a... Dehogy nem. Na. Mm. Mit fogsz ma főzni, drágám? Vagy mi van? Hát én majd nagyon-nagyon finom mágiarakástortát fogok csinálni. Ú, de száz éve nem lettem. Jó almával, dióval, egy pici, nagyon kicsit fahéjasan csak, tetejére ugye a tojáshab, amikor majd rásül, úgyhogy az, bízz rám, nagyon finom lesz. Nagyon komoly. Mivel tegnap levest készítettem, úgy gondoltam, hogy azért ma visszatérek a süteményes pályámra, úgyhogy most akkor neki is állok. Te mit csinálsz ma? Én, drágám, én egy bisztró sétát fogok csinálni, eredeti bisztró. Kunyakos szűzérmét fogok csinálni, gombamártással és sült krumplival. Na, az is nagyon jó. Úgyhogy akkor jót fogunk ma enni is. Ma nagyon jót fogunk enni. Most figyelj, én azt vettem észre, most ez tényleg adáson kívül legyen, tényleg a kamerát is. Persze. Nekapcsol. Te most, mi van most, frankontárás? Emil, hagyjál már hülyeségeddel, na! Mitől lenni gondokkal a vanadonat? Nem, ilyen kívánatos, te nem voltál. De, oh, jaj, na mennyibe hát annyi, inkább, hát mennyibe? Hát savanyú káposztát teszem meg minden. Én örülnék jó, neki. Jó, Emil, nem. Mi? Na, nem megszületne vagyok. Magyarország meg, első karantén Emiliója. Persze. Jó. Mi? Nem örülné neki? Emil, na ne húzzál fel. Na mindegy, én örülnék. Emil, én nem tudom, néha teljesen meg van hűlve, tehát néha olyan zavarba ejtő dolgokat tud mondani, pedig azért nem vagyok egy olyan típus, akit könnyen zavarba lehet hozni, én azt gondolom, nagyon jól veszem a kanyarokat, de amikor már néha tényleg belemegy olyan dolgokba, ami azt gondolom, hogy nem kéne, hát én bízom benne, hogy a fiúk profik, majd kivágják. Tudod nagyon jó, hogy forog a kamera, egy ország nézi, és akkor ilyen hülyeségekről beszél. Leállítottam a kamerát. Na jó, hagyjál, nem majd megint pletykába keveredek miattad. Na jó, nem hát igaz. Most még ne... Na jó, Emil, hagyjál. Mi nem örülnél, hogy te izé lennél? Miért? Őszinte legyen? Na, de őszinte. Jelen pillanatban mostani életünkben nem nagyon tudnám a kisgyereket hova a hátam közepire csatolnám hát fel csinál... a hordozóba. Kipakolnám a faházat, anyukám, azt megcsinálnám gyerekszobának. Emil. De ott aludnék vele. Én nekem az életem itt tökéletes, de már elmondtam neked 10-szer. Na jó van, csináljuk az adást, na mindegy, csináljad. Most nézz oda. De most felidegesítettél. Na, egy kicsit. Nem, nagyon, csak egy kicsit. Na, szia. Mert én akarom na, babátni. Akkor majd na, dolgozz, csináljad. Én is fölvágom a krumplit. Nagyon okos ember. Na. Hát szeretettel köszöntök mindenkit.
Egy kicsit az előbb az uram felhúzott, de már túl vagyunk rajta. Ez így szokott működni karanténban, csipkelődik az ember, hol felidegesít, hol nem. De mivel én tegnap levest készítettem nektek, úgy gondoltam, hogy ma visszatérek a süteményes pályámra, és ma csinálni fogok nektek egy nagyon-nagyon finom házi mágia rakás tortát. Nekem a hozzávalóim azok már itt is vannak, igazából nem nagyon sok hozzávaló kell hozzá. Kalács, az az alapja. Nagyon-nagyon fontos a kalács. El lehet készíteni természetesen zsömléből is, kifliből is, de azért a kalács az igazi, tehát a kalácssal készül az eredeti. Ha szikkadt a kalács, az sem probléma, tehát hogyha másnapos, száraz, stb. Ez most nekem nagyon-nagyon friss kalács igazából, de az is tökéletes lesz hozzá. Tehát nekem itt van kalács, tojás, liszt, vaj, dió, vaníliás cukor, cukor és az elengedhetetlen sárga barack lekvár, ebből nekem van kétfélém is. Jaj, hát mind a kettő házi, csak az egyik már egy öregebb lekvár, az azért sötétebb, a másik világosabb, de majd meglátom, hogy mennyit kell elhasználnom belőle, azért hoztam ki mind a kettőt, hoztam ki kis fahéjat, almát, ami nagyon-nagyon fontos. Először az almával kezdjük el, hiszen az almát egy nagyon picit meg kell vajon futtatni, hagyni kell, hogy egy picit kihűljön, és aztán utána pedig elkészítjük azt a vaníliás tejes krémet, amivel nyakon fogjuk a kalácsunkat önteni, be fogjuk tenni majd a sütőbe, rétegezni fogjuk, de mindent mutatok nektek, úgyhogy tartsatok velem! Meghámozzuk az almákat. Mondjuk, hogyha már kimagozta, ezzel már nem is jó, úgyhogy ezt most én gyorsan meghámozom. A lényeg, hogy meghámozott almákat ki is kell magozni, és én egy ilyen egyszerű kis gyalulni fogom őket, hogy ilyen kis hosszúkás, kis szép kis szeleteim legyenek. És nem kell nagyon az almát megfonnyasztani, csak éppen, hogy egy picit a vajon meg kell futtatni. Úgy, és ha az alma töltelékünk megvan, akkor onnantól már igazából hamar el fogunk készülni. Ki fogjuk majd keverni a legvégén ugye a tojáshabot, azzal meg fogjuk díszíteni, és utána a tojáshabbal is be fogjuk sütni a mágia rakásunkat, és elkészül. Igazából a mágia rakás ugye az egy ilyen ősziesebb, tíliesebb desszertnek mondják, de nálunk nem számít, hogy milyen évszak van. Tél, nyár, ősz, sose vagyunk szezonkövetőek, amit megkívánunk, azt megcsináljuk. Engem is talán ez visel meg a legjobban, hogy azokkal az emberekkel, akikkel ugye napi kapcsolatban vagyunk és voltunk, akár a barátainkról beszélek, az a nagyon kevés, aki persze van, és aki bejáratos a mi otthonunkba is, és mi is az övékbe. Szűk az a kör, de ők, akik vannak, nagyon hiányoznak, meg azok is, akik ugye a családtagjaink, akikkel minden hétvégén össze szoktunk ülni, együtt szoktunk sütkérezni, grillezni, jönnek hozzánk fürdeni, medencézni, stb. És hát ugye az unokatestvérek is hiányoznak a gyerekeknek, a Viviéknek, de hát bízunk benne, és hát mi is ugye próbáljuk azt tartani, amiket kérnek. De hát, hogyha ezeket betartjuk, akkor reméljük, hogy minél hamarabb újból megölelhetjük egymást. Na, itt szépen legyalulom addig az almáimat. Vigyázok a kezemre, hogy azt legyaluljam le, mert valamikor azt is sikerül. Úgyni. Ilyen kis guszta szeletekre. És akkor vajon meg fogjuk az almát futtatni egy pici vaníliás cukorral, egy pici fahéjjal, és utána jöhet az elkészítés, az összeállítás, és pikpak meg lesz, úgyhogy majd nagyon finomat fogunk halózni. Sikeresen elreszeltem az ujjam, úgy voltam vele, hogy nem fogom, de addig gyalultam, míg végül egy kicsit legyalultam a kezemet is, de semmi probléma. Felhúztunk egy gumikesztyűt, úgyhogy most szépen az almát fogjuk, föltesszük, egy kis vajja, egy kis vajja a vaníliás cukorral, hogy hagyj párolódjon csak egy nagyon-nagyon picit meg.
beküldjük egy kis fahéjjal is. Az almát nem fogjuk nagyon megcukrozni, mert azt szeretnénk, hogy ugye maradjon meg ez a kis savas hatása az almának. Meg hát ugye lekvár is lesz rajta, és az is édes lesz, úgyhogy azért arra ügyelni kell, hogy a cukorarányok meglegyenek. Azért szeretjük megküldeni az almát. Így. Sőt, egy kis citromhéjjal is megküldjük. Jaj, ez a gumikesztyű nagyon csúszik. Így. Na, az almánk az itt nekünk el is készült, úgyhogy most ezt szépen fogjuk, és le is kapjuk a tűzről. És mehet föl a tej. Így van. Hát mennyit? Egy olyan bő fél litert számoljunk rá, de inkább egy kicsivel több legyen, mint hogy száraz legyen a kalácsunk. Így. Ezt nézzük, ez így jó lesz. Most ehhez hozzá fogjuk tenni a vajat. Így. Hozzáteszünk egy vaníliás cukrot. Hozzáteszünk mondjuk egy ilyen két kanálnyit a cukorból, mert a többit a tojáshoz fogjuk. És nekem van 5 darab tojásom, és én azt fogom most csinálni, hogy 3 darab tojás sárgát fogok beletenni, és 2 darab egész tojást. A tejünk, hogyha jól föl fog melegedni, akkor majd ezt a tojássárgás cukros keveréket hozzá fogjuk önteni, és ezzel fogjuk a kalácsunkat nyakon önteni. Tehát, mint mondtam, 2 egész tojás, és 3 tojássárga megy bele. A tojás fehérjéből pedig majd habot fogunk verni a tetejére, és azt fogjuk ugye a mágia rakásnak a tetejére nyomó zsákból kinyomni, és szépen megsütni a tetején. Most adunk hozzá szépen egy kis cukrot, ízlés szerint, hát mondjuk én teszek hozzá egy jó 3 evőkanálnyit, és most ezt szépen fogjuk, elkeverjük, amennyire tudjuk, egy kicsit kihabosítjuk, de még reszelünk a tejhez egy kis citromhéjat is, hogy legyen jó, friss. Most szépen fogjuk, és amíg a tejünk melegszik, addig a cukrot a tojással egy kicsit kihabosítjuk. És hogyha a tejünk kellően megmelegedett, jó forró, akkor hozzákeverjük a tojássárgát, a tojást, egy kicsit rottyantunk rajta 2-3-at, és mehet is a kalácsra. Ehhez kell jó karizom. Soha nem felejtem el, ugye amikor cukrász tanuló voltam, akkor hát voltunk egy osztályban, amikor gyakorlaton voltunk, voltak ilyen közös szakmai gyakorlatok, és hát ugye egy hét iskola volt, egy hét gyakorlat. Én egy nagyon-nagyon híres budapesti szállodában voltam cukrász tanuló,
és minden héten egyszer volt olyan, amikor csoportos óráink voltak, és akkor voltunk 20-25-en, és nem az volt, hogy mind a 20-25 embernek keverőgép volt, meg stb., hanem ott bizony kézzel kellett felverni a tojásfehérjét, kézzel kellett felverni a sárgáját, mindent, úgyhogy ott edzésbe voltunk tartva rendesen. Úgyhogy én is csodálkoztam, hogy először 2-3 tojássárgával nehezen birkoztam, utána már úgy fölvertem a 10-12-t, meg a többet, hogy csak na, ha olyan feladat volt. Ez nagyjából jó lesz. Még a vajunk az nem igazán olvadt fel a tejbe, úgyhogy addig még most várunk egy picit. Úgy, addig kevergetjük. És hogyha a vaj felolvadt, mehet bele. A lényeg utána nyakon öntjük a kalácsokat, összeforgatjuk vele, és kezdhetjük el pakolni, rétegezni a tortaformánkba. Ezt természetesen tepsibe is ugyanúgy el lehet készíteni, csak én azért készítem karika tortaformába, mert ebbe olyan kis guszta. Hogy nézzük, hogy hogyan állunk. Szuper, ez itt nekünk tökéletes, én ezt most le is veszem, amíg hozzá fogom adni a tojást, óvatosan belecsurgatjuk. Nehogy nekünk ilyen rántottánk legyen belőle. Így. Na kérem a lassa, és most szépen fogjuk. És a kalácsokat nyakon öntjük. Így. Egyelőre ennyi. Megforgatjuk. Tehát ezért nem baj, hogyha adott esetben egy kicsit cikkadt a kalács, mert hát úgyis nyakon öntjük ezzel a vaníliás teljes keverékkel. Na, gyönyörűen felszívta itt nekünk a kalácsunk, és akkor most szépen elkezdjük itt rétegezni, kitölteni a kis formánkat. És akkor úgy csináljuk, hogy egy réteg kalács ugye az aljára kerül, utána megszórjuk majd egy kis dióval, jön az alma, akkor megint lehet egy pici dióval szórni, sárga baracklekvár, és aztán utána bemegy a sütőbe. Lehet úgy, hogy egy réteg kalács, dió, alma, lekvár, kalács, dió, alma, lekvár, de én úgy fogom csinálni, hogy most nekem igazából az egész alja az kalácsból fog állni, tehát egy rétegbe fog kerülni minden, hiszen én most egy ilyen tortát szeretnék csinálni. Mági rakás tortát. És akkor ez gyönyörűen össze fog nekünk itt sülni. Így, tehát rétegezzük. Teljesen jó. Nekem még maradt is egy kicsi, de hát úgy voltam vele, hogy inkább több krémet keverjek ki, mint kevesebbet. Jó, ezzel meg vagyunk. Én most egy kicsit megszórom a dióval. Tehát mindenki úgy állítja össze, ahogy végül is szeretné, de én inkább így csinálom, mert ugye a pudingos részre rákerül a dió, és akkor ezáltal jó szaftos lesz. Most jöhet rá az alma. Kezdjük rajta. És úgy kell kalkulálni, hogy ugye a tetejére majd jönni fog még a tojáshab, tehát úgy szépen bele fogjuk nyomni, hogy elférjen még rajta a tojáshab is. Vagyunk. Na mondjuk erre jó ez a gumikesztyű, hogy így pikpak lehet vele. Nagyon jó. Ezzel meg vagyunk, most megkenjük lekvárral a tetejét,
és be fog menni a sütőbe, a 180 fokos előmelegített sütőbe, körülbelül egy olyan 25 percre, addig ki fogjuk majd keverni a tojáshabot, és miután kijött a sütőből, utána fogjuk megdíszíteni a nagyon-nagyon keményre vert tojáshabbal. A tojáshabot azt lehet megbolondítani egy picit úgy, hogy a lekvárt nagyon sűrű szitán átpasszírozzuk, és mondjuk amikor már majdnem 70%-ba fel van verve a tojásfehérjénk, akkor lehet ezt az átpasszírozott lekvárból egy 2-3 evőkanálnyit hozzákeverni a tojásfehérjéhez, és akkor egy picit ilyen lekváros lesz a tojásfehérje, de én most csak simán fogom elkészíteni. Én csak ezt most mondtam, mint egy opciót. Na, ezt én itt most le is kapom. És most fogjuk, és meg kell, nem is, inkább egy kicsit a savanykásabb lekvárral fogom megkenni, mert az egy kicsit édesebb. És most fogjuk, és ezzel a nagyon finom házi barack lekvárral, így az almánknak a tetejét megkenjük. Miután ezzel most megkentjük, szépen fogjuk, bedobjuk a 180 fokra előmelegített sütőbe, sütjük egy olyan 25 percig, vagy 30-ig, és akkor utána jövök, és mutatom a tojáshabban lévő folyamatot, a díszítését. Szép napot kívánok, szevasztok, itt Emilio Santorini, a karate konyhából, és még mindig 66-os a vasztója. Na gyerekek, szóljon a zene, hadd szóljon, hadd szóljon. A gombát már kerázni is a bátya! Azaz! Ez az! Szevasztok, szevasztok! Muszáj leújtanom a zenét, muszáj egy kicsit lehalkítanom a zenét, de nagyon nagy feeling kapott el most. Engem jó idő van, most már alig várom, hogy ez a kis karanténunk vége legyen. Na gyerekek! Mondom a hozzávalókat, champignon gomba, sóbors, tejszín, metélőhagyma frissen, új krumpli, vaj, bor. Na gyerekek, egy bistró halózásra fogok jönni, egy nagyon komoly bistró, mert a főételem az egy szűzérme lesz, amit már egy napja, 24 órája benne van ebbe a pácba. Na le is hojtom ezt a zenét. Mesélni kell az az igazság nektek a húsról. Ez egy szűzérme, ami egy olyan pácot kapott, ami az egyik kedvenc pácom, húspácom. Kapott egy kis dijoni mustárt, borsot, dijoni mustárt, és olívaolajat, és konyakot. Konyakba érleltem ezt a szűzérmét, nagyon finom lesz. Na, elkezdem a főzést. Hát a főzést az egy nagyon nehéz feladattal fogjuk. Ez a só, ezt annyira gyűlölöm, gyerekek, hogy... Tina, milyen sót vettél? Ez a cigánylány úgy vár... Nem szeretem, mikor ő vásárol. Az az igazság, hogy én... Körülbelül a só kővédermet, gyerekek. Kőkorszak. Na, megsózom a krumplit. Megsózom ezt a krumplit. És már bekerázza a bátya a frituba. A fritu 175 fokon van, már előre már én felmelegítettem. A serpenyő is előre melegszik. Ez a sztori. Ez egy új krumpli, amit le is fedem addig.
új krumplival dolgozunk. Na kérem szépen, a gombát felszeletelem. Na, el is kezdi a bátyja. Felszeletelem a gombát. Lehet nagyobb szeletekre a bástya. Bam, 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 az a ritmus, ritmus az egész. Ez is. Nagyon szeretem a gombát. Az egyik kedvenc gombám a fajtám, a vargánya gomba. Nagyon szeretem. Nagyon kamázom a vargánya gombát, de szeretem a róka gombát is, hát meg a champignon gombát. Ez egy champignon gomba. Ez egy champignon gomba, a gombák bajnoka. Na, a serpenyőt is felhevítettem, kis kakaót adok neki. Úgyhogy én már lassan a gombákat már teszem ebbe a vajba. Kis kakaót adok azért neki. Gomba szeletek. Na, megnézzük a kis gomba mártásunkat. Ugye már ez levetereszt. Na most én egy kis borst fűszerezem, bors és egy kis sóval. Ettől a sótól kikészülök, ez nem egy, majd kimegyek, lecserélem a sót majd, gyerekek, mert ebből úgy jön az adagoló, hogy ez sehogy. Na, pirítom a gombánkat, ránézek a sült krumplira, sütöm, most ez a drága szűzérménk, ó, de gusta, jó vastag, azért pácoltam be, és mielőtt bepácoltam, tessék nézni, megszurkálgattam őket, elmondom a folyamatot akkor, rá is teszem, tartozok még egy fontos információval, a hús ketté vágtam, szértibe, kockára formáltam. És mielőtt megkapta a pácot, egy hegyes késsel megszurkált, mint egy szita. Akkor dizoni mustárral lekentem, borsot kapott, nem tettem bele sót szigorúan, nincs sózás. És konyakkal öntöttem fel, meg olivával. Ez egy ennyi. Gyönyörűen sülnek a két szűzérménk. És innentől kezdve hagy piruljon a gombám, piruljon. Rá is adunk egy kis kakaót. Hagy piruljon a gombánk. Na, lényegében burgonyasütés, gombamártás csinálás, és itt már sül a drága kis szűzérmé. Ó, de gusta, tessék nézni. Elkezdjük locsolni evel a konyakos dizsonyi mustár mártással, ami nagyon kell. És most a bátyja, most fogja sózni a húst. Még egyszer átkenjük, odafigyelünk a húsunkra, sót egy kicsit eldolgozzuk őket. Igen. Na, gyerekek, sülnek itt a sztori. A krumplit már kivettem. Az megvan a drága új krumplink. És a gombát már most egy kicsit a tejszínnel földolgozzuk a tejszínünkkel. Mennyei illatok vannak. Mi van, drága Tinám?
Gyere, drágám, lekvár, szeretem a lekvárt. Igen. Jó illat van. Na, közben rákukkantunk itt a mágiára kásunkra, hogy hogy áll. Nagyon szép lesz. Én egy kicsit még megkenem a lekvárral a tetejét. Még. Nem bonyolítjuk túl, rákanalazunk. És akkor csak fogjuk. És még egy kicsit megkenjük vele, hogy jó szaftos legyen. Hiszen majd erre fog jönni a tojáshabunk. Savanykás egy picit a lekvár, nem túl édes, és nagyon-nagyon jó harmóniát fog itt az íz kölcsönözni egymásnak. Na. Ezt most már visszatesszük sülni, és amire elkészül Emil az ételével, addigra ez is tökéletes lesz, utána pedig jövünk, és a tojáshabot fölverjük, és tojáshabbal díszítjük, és vissza fogjuk majd tenni a sütőbe. És most egy kis borocskával megbolondítjuk ezt a tejszínes gomba mártásunkat. Az illatokra kijött az én szerelmes kincsem. Én ma adok ez neked. Olyan, fiam, hogyha bemennék egy étterembe és kihoznák, akkor azt mondanám, hogy a szakácsot hívják ki, hadd csókolgassam össze. Tesson, figyelj, most tényleg. Hát kis nagyon. Tepertő. Halózzá, gyere testvérem! Gyere, drága testvére! Radúj Nikolett, ő készítette egy töltött káposztát patakitába, és bevallom őszintén, hogy ennek még az ízét is érzem a számba, mert ez nagyon jól néz ki. És most egy kis borocskával megbolondítjuk ezt a tejszínes gomba mártásunkat, ami fantasztikus. És megnézzük a húsunkat. Á, gyönyörű lesz. Gyönyörű kérget kapott, amúgy a szűzünk. Gyönyörű kérget kapott. Még egy kicsit. A szűzérménk és kellő sűrűségre összeredukálom a gombamártást, sült krumplink a tányéron, és szerintem hamarosan fogok szervizelni, és addig hallgassatok egy nagyon szeretett teljes dalomat, amit nagyon szeretek, a szívemhez közel áll hozzám, és nagyon jó barátom, hallgassátok tőlem Bunyós Pityútól egy dalt, a boxbajnoktól. Bám! Nem csortam és nem hazudtam, rossz ember én sosem voltam. Nem kergettem déli bábot, neked vittem szép virágot. Nem gyötörnek rossz emlékek, egy a bűnöm, egy a vétkem. Mulatóba járok minden éjjel. A kocsma ördöge én vagyok, várnak a lányok a jó borom. Így együtt mind a kettőt szeretem, így leszek boldog együtt veled. Ha jó a kedvem, azért viszont, ha nem a lányokat csókolom. Bánatom nincs, a szívem sose fáj, na mégis viszont egyet kis apám. Illatokra kijött az én szerelmes kincsem. Én ma adok ez olyan neked. Fiam, hogyha bemennék egy étterembe és kihoznák, akkor azt mondanám, hogy a szakácsot hívják ki,
hadd csókolgassam össze, ahogy te szoktad. Na, akkor most leveszem a szemüveget, és a bátyát nyugodtan. Nyugod, csókolgat. Ez az még... Na jó, hagyjál már! Még. Jó, ja, meg lehet már kóstolni. Ez is szeretem őt kislány kora óta. De jól néz ki. Bomba Mártás kis fehérbort kapott. Húst. Emil. 20 szűzérmére. Figyelj. Mennyire. Az meg egy konyakos. Nagyon finom. Tényleg? Isteni finom. Tényleg nagyon finom. Úgyhogy ezt én is azt mondom nektek, hogy mindenféleképpen próbáljátok ki. Közben hol a kéz? Ja. Én folyamatosan ha azt rázom. Ha ilyet főzöl, akkor megengedem. Ezért szeretem. Az az igazság. Na. Akkor szerelmem? Taka van, anyukám. Taka van, ahogy Kajdi Csaba barátom mondja, nekem muszáj most kimennem, a cigánylány most itt hagyom, muszáj kimennem, mert képzeljétek el, tisztítatom az autót, van egy jó barátom, van egy cég, és házhoz jön, és nekem tisztítja, vírustalanítja, mert tele vagyok koronával. Jaj, tesó, hoztam egy kis halózást nektek, szevasztok! Maszkban minden, hogy látjátok, hát fel van készülve az én brigádom. Tesó, figyelj, most tényleg, hát kis nagyon. Tepertő, halózás, gyere testvérem! Gyere, drága testvérem! Kis tepertő, házi tepertő, köszönjük halózgassatok, mi újság veletek! Minden rendben, köszönjük! Jó vagytok? Törjed egyet nyugodtan! Azaz! Úgyhogy én úgy csinálom, hogy muszáj nem is a házat is higiéniailag rendbe tenni, hanem a kocsit is rendbe kell tenni, és itt az én drága testvéreim, a cége, aki házhoz jön nekem mindig, a drága szép testvére Márpikám, meg az ő testvéreim is, mert ők járnak folyamatosan tisztítani az autót. Most nagyon retkes, mi? Hát ráfér a tisztítás, ja. De szép lesz, hogyha ja. Végzünk fele. Úgyhogy a lakás kiozonítottam, ozon. Felkeráztam ózona, most a kocsi jön. Így van. Úgyhogy a kocsi jön, úgyhogy akkor mit kell csinálni ő? Hát most ugye a következő, a bőrt is, hogy a bőr az már tiszt, az már folyamatában. Ja, a folyamatában van. Vivike széthalózza az egész. Nem baj, az lövésben van, addig a jó. Így van. Úgyhogy, és akkor legvégén majd betesszük az ózongépet, és akkor az teljesen lefertőtlenít az egész autót. De jó, de komolyak vagytok. Elkészült a tojásfehérje, ha bunk gyönyörűen felverte a gép, hála neki. Így mi? Hát azt most ide félretesszük, arra már úgy sincsen szükségünk. Tálat elfelejtettem aláhozni, nem baj. Szépen habzsákba töltjük. Ó, de gyönyörűen fölverődött. Ezzel lehet jól díszíteni. Igazi kemény hab lett. Beletöltjük a habzsákba, és tetszés szerint, aki ki hogy szeretné, úgy díszíti meg. Ki milyen mintával szeretné, ki mit szeretne rányomni. Igazából ez már mindenkire saját magára van rábízva. Ez a tojásfehérje, ez nekem hát 6 darab tojás volt, mert ugye amit használtunk, tojássárgáját a krémhez, a vaníliás krémhez, annak a fehérjét is hozzátettem, és pluszba tettem még tojásfehérjét, hogy inkább több legyen, mint kevesebb. Na és akkor most igazából teljesen mindenkire van bízva, hogy szeretnéd díszíteni. Kicsit levegős a habzsákom, azt kinyomjuk belőle, és akkor inkább fogjuk, és megdíszítjük. Sütőbe fogjuk tenni, és addig fogjuk sütni, amíg gyönyörű szép arany nem lesz a haba tetején. Hát meg most ahol benézd meg, hogy milyen szép lett tiszta. Gyerekek, nézzétek meg a kamerával is. Hát a vadon a fűver. Ah.
Aha, azért érződik. Érződik. Most még friss, ez most lett érződik, ugye. Érződik. Úgyhogy igen, egy jó félt azért szellőztetni kell majd. Fél órát, jó. Köszönjük szépen a jó eset. Isteni finom volt. Én köszönöm. Köszönjük. Én köszönöm, és szeretnék üzenni Árpikám, drága testvérem, köszönöm a fiúkat, hogy ide küldted, csókolak, és várom a drága piros paprikát, mert csinálom a karanténkonyát, és igen. Piros paprika, olyan a piros paprikája, hogy tudom, csírok. Tudom, új tudom. Életveszélyes. Főztem már belőle. Figyelj, neked meg nagyon gratulálok. Hát köszönöm, ne, köszönöm. Figyelj, már alig kell, hogy fogjál. Zavarba hozol. Ne, ez tényleg, hát én egész életemben ebben foglalkozok, hogy fogyok, hízok, és egyből észreveszek. Köszönöm. Úgyhogy gratulálok, köszönöm. Tesom. Csak így. Így van. Egy virtuális pacsi ölelés. Na, elkészült itt a mágia rakásunk, úgyhogy most ezzel igazából nem ártana, hogyha egy kicsit lett volna ideje, még kihűljön, de most mi felszeleteljük és megkóstoljuk egyet még így forrón. Nem. Puding próbálja az evés, úgyhogy most... Tűj, de szakszerű vagy. Nagyon szakszerű a cigánynál, nagyon. Hát egy kicsit nem árt, ha hűl. Nem mondom, hogy azért ez még itt nagyon forró nekünk. Azért mondom, hogy... De nem baj, semmi gond. Mi megoldunk mindent. Még akár tűzforrón is. Fogjuk. Itt megdíszítjük a tányért egy kis dióval. Úgyhogy jó étvágyat kívánunk hozzá. Próbáljátok ki ti is. Sziasztok! Sziasztok! Ma is kiválasztottunk három ételfotót, hát azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg az embernek a nyál összefolyik a szájába, olyan finomakat készítetek, és olyan gyönyörűek maga az ételek, amiket kiraktok. De én most, akit ki szeretnék emelni, ő pedig Raduj Nikolett. Ő készítette egy töltött káposztát patakitába, és bevallom őszintén, hogy ennek még az ízét is érzem a számba, mert ez nagyon jól néz ki. Tőle még egyet ki kell, hogy emeljek, mert ő csinált még egy túró tortát rúmos kakaós babapiskótával, és nagyon jól néz ki. Yeah. Yeah. Úgyhogy ez engem is érdekel. Borzasztó jó halózás. A következő pedig Székely Szinti, ő megcsinálta a dobostortát, és nagyon-nagyon jól néz ki. Nénye, nagyon oda pakoltad, nénye. Neki is gratulálunk. Szintike, óriási vagy. A harmadik pedig Németné Bodó Nóra, ő pedig csinált egy medvehagymás kalácsot, és ez nagyon érdekes, tehát egy medvehagymás kalács. Kíváncsi lettem volna, hogy a belseje milyen, hogy a medvehagymát igen, az igen, hogy tetted bele. Volna, igen. Mert én nagyon szeretem az ilyen különleges dolgokokat, de nagyon-nagyon azért jól néz ki. Belém szerelmes, mert nagyon különleges vagyok a tejletekben. Olyan nincs a főtkerekséged, mint te fiam. Na, úgyhogy gratulálunk nektek, és továbbra is várjuk a fotókat a Drága Családom Facebook oldalára, vagy pedig a Drága Családom kukacslagertv.tv e-mail címre. Nagyon vigyázzatok magatokra, milliószor csokolunk, Isten áldjon benneteket, sziasztok! Gondoltam rátok itt a karanténkonyában. Csak két esély, de szanasz, hogy csókolak, hogy nem megyek. Á, jó, Martina! Figyelj, jó Isten, áldjon meg! Békönös sajt szósz! Á, gyönyörű! Gyönyörű ez! Tadám! Megkelt a tésztánk, nagyon szép lett. Jó nagy békebeli buci lesz. Én nagyon szeretem ezeket a bucikat, de akár nem csak hamburgerbe jó, hanem egy jó szendvicset, ha csinál az ember. Úgy, mi? Ha valaki gondolja, akkor hozzá egy kis steak krumpli mehet, egy kis sült krumpli, vagy sült édesburgonya, vagy egy jó kis saláta. Hétfőtől? Új időpontban érkezik a Drága Családom. 18 óra 55-től leszünk láthatóak.